érkeztünk. Ilyen a táj. Olyan, mintha a Holdon járnánk. Itt a tenger is. És ami a legfurcsább, az ott van fent az égen. Furcsa lesz megszokni azt, hogy ilyenkor nem megy le a nap. Világos van egész éjjel. Izlanda föld 18. Európa második legnagyobb szigete, amely a Közép-Atlanti hátság vízfelszín fölé emelkedő része. A vulkáni kitörésnek köszönhetően állandóan növekszik. A szigeten 140 vulkán van, de a kráterek száma meghaladja az 1000-et. Az ország belseje nagyon nehezen lakható, kopár, terméketlen vidék, ezért a kisebb-nagyobb települések szinte kizárólag a tengerparton találhatók. Itt tartózkodásunk alatt nyílt, megszámlálhatatlan mennyiségben a sziget egyik legszebb virága a lupina, amely lila tengerként borítja be ilyenkor a varázslatos tájat. A nagyobb hegyeket nyáron is jégsapka takarja, a sziget felszínének 10%-át állandó jégtakaró borítja. A jégolvad, aminek következtében Izland a vízesések országa is. Első, de talán többszöri hallásra is vicces az az elnevezés, ahogy itt nevezik a vízesést, amelyek közül is a leghíresebb a Gullfoss aranyvízesés. Ilyen gyönyörű az idő, hétágra süt a nap, nem is nagyon kell nagy kabát, szóval egyszerűen hát ez egy rendkívüli hely. Hát lehet-e fokozni a vízesést? Azt gondolom lehet. Nincs üzemanyagárstopp. A benzin literenkénti ára átszámolva megközelíti az 1000 forintot. Figyeltem a járműparkot és megállapítottam, hogy itt minden hetedik autó Tesla. Az autómosók is érdekesek. Egy csapot megnyitva már is folyik a víz, és nem kerül semmibe. Izlandon rengeteg gejzír található, a szó maga is izlandi eredetű. A geotermikus energia könnyen hozzáférhető, ami így az energiaárakat rendkívül olcsóvá teszi. A házakat kőzetgyapottal szigetelik, a nagyobb nyilászárok nem nyithatók. Itt az a szó, hogy rezsi nem ismert. A helyiek nem is értették, miért kéne fizetni a vízért, hiszen az ingyen van. 1930 óta található az otthonokban meleg víz, ami a fürdést, illetve a fűtést is megoldja. Mivel vulkáni eredetű a sziget, így a víz rendkívül tiszta. Oldott ásványi anyag kevés van benne, a csöveket nem tömíti el. Csak ezek kiépítéséért és használatukért kell a helyieknek fizetni. Egy olyan helyre érkeztünk, ahová minden Izlandra érkező turista ellátogat. Tömegeket vonz ez a természeti látványosság. Az ide érkezők mindegyike egy területre fókuszál. Várják a víz megmozdulását. Elképesztő jelenség, nézzük!
Egy-egy kitörés csupán néhány másodpercig tart, majd a szökőkút a gőz sistergése közepette lassan visszahúzódik, és a gejzírt követő tavacska vize el is csendesedik. Reykjavík kikötőjében található ez az impozáns épület, a Harpa, ahol az izlandi szimfonikus zenekar ad rendszeresen koncertet. Az épület szomszédságában hatalmas hajók sorakoznak, ott jártunkon szólalt meg épp az egyik kürtje, amit én eddig csak filmekben hallottam. És egyik jelképe a Reykjavíki evangélikus templom, a maga 74,5 méteres magasságával a legnagyobb épület Izlandon, 38 évig épült. Az épületet Hallgrímur Pétrusszorról nevezték el, aki egy az egyház énekeiről ismert evangélikus lelkész és izlandi költő volt. Ott jártunkkor épp kóruspróbát tartottak. Erdőre tőkét, tengerbe vizet, szól a magyar közmondás. Hát hol, ha nem itt válna valóra? Bizony, Izlandon a tengerbe engednek vizet. Mivel nem igen emelkedik 10 fok fölé a hőmérséklete, egy mesterséges strandot alkottak geotermikus források felhasználásával, amely így 18-20 fokos lett. Sok szép dolgot láttunk már eddig utunk során, nehéz is überelni őket, a most következő helyszín azonban egyedülálló. Minden évben ott szerepel neves utazási magazinok toplistáján. A National Geographic a világ 21 legszebb tengerpartja közé választotta. Itt ugyanis a vulkáni tevékenység következtében nem fehér, hanem koromfekete a homok, amely sok sci-fi témájú film forgatásának nyújtott már díszletet. A part mellett tábla figyelmeztet, hogy nem szabad közel menni a hullámokhoz, mert azok akkorák lehetnek, hogy magával ránthatják az óvatlan látogatót, amiből sajnos gyakran tragédiák származnak. Az izlandi Thingvellir Nemzeti Parkot a világ egyik legizgalmasabb helyének tartják, korántsem véletlenül. Amellett, hogy a világörökség részének számított terület fontos történelmi helyszín, a természet valódi játszótere. Egy hatalmas törésvonal, amely az európai és amerikai közvetlemez távlódását jelzi. Míg mi, magyarok, a 900-as években honfoglaltunk és birtokba vettük a Kárpát-medencét, itt, ezen a helyen megalakult az első parlament. Bár korai szakaszában inkább a nemzetiségi társadalmakra jellemző népgyűlés volt, 930-ban alapították. Az üléseket annak idején nyáron 2-3 hétig tartották, a hosszú nyári nappalokon a szabad ég alatt. Így zajlott a bíráskodás, törvényhozás, de emellett fontos társadalmi esemény lett, amin az ország lakosságának 10-15%-a gyűlt össze rendszeresen. A Reykjavíkban található egy skanzen is, amelynek célja, hogy az ide ellátogatók betekintést nyerjenek a korábbi időkben itt élő emberek életkörülményeibe, munkájába és szabadidős tevékenységeibe. Úti beszámolón végére hagytam Izland délnyugati csücskén egy sivár, lávamező közepén található, legismertebb szabadtéri fürdőjét, a Kék Lagunát, melynek vize 55%-ban sós tengervíz, 35%-ban édes talajvíz, amely 2000 méteres felszín alatti mélységből a talaj különböző rétegein át felszín felé haladva sokféle bioaktív elemmel gazdagodik.
Ennek köszönhetően gyógyító és bőrtápláló tulajdonságokkal rendelkezik, hőmérséklete egész évben 37-39 Celsius fok körüli. Azt gondolom, ez egy olyan ország, amit mindenkinek látnia kell. De itt nincsenek impozáns épületek, bevásárlóközpontok. Itt az érintetlen természet tud adni feltöltődést mindannak, aki otthonának tekinti a teremtett világot.